Itt van Annácska, őt is felvesszük már, mert sosem csinálok róla videót. Jó. És most eljöttünk egy, nem tudom mi a neve, ki se tudom ejteni, de ez azt mutatja majd meg, hogy milyen helyen laktak régen. Zoli, nem tudom, gondolom, csinált ő is egy képet végre. Most azért álltunk így, mert kiment egy kis víz, és próbáljuk, hogy egy kicsit így kifolyjon erre fel az ajtó fele. Csak mutatom, hogy ilyen helyen át kell jönnünk az úton, és ilyen helyen megyünk oda föl. Azt hittem a földbe lesz, de félig meddig a földbe van. Itt bemegyünk. Hopp, először Zoli megy be, aztán be, Csike is bejött. Nagyon jó. Itt a tenger. És itt kell bemenni, ha jól látjuk. Hogyha bármi egyéb kérdésetek van, akkor tegyétek fel a kérdésbe, és ha tudjuk, akkor megválaszoljuk. Ide hallatszódik a tenger zúgása. Hát azért reggel fölkelt, aki itt lakott, és mondjuk ezt látta, azért nem volt szar. Hopp, ott a tábla, azt kell megnézni, hogy ez mire volt jó, és mindjárt meg is mutatom, hogy hova jöttünk. Ilyen kőépületekből körülbelül 500-at építettek Skóciában 1900 és 2300 évvel ezelőtt. Pontos funkcióját nem tudni. Valószínűsíthető, hogy védelmi funkciót láttak el, és ezen belül családok laktak. A külső átmérője kb. 19 méter, a belső átmérője pedig 10 méter volt. A környező területen további kőépületek romjait lehet megtalálni, mint ahogy azt majd később látni is fogjátok. A falak különösen vastag, a bejárati folyosó a keleti oldalon van, és több mint 4 méter hosszú. A folyosó jobb oldalán található egy kis őrcella. Összehúzom a kis nyakam, fejem. Itt félelmetes, itt is vannak különböző szobák, kamrák, és itt egy nagy tér. Most már nappal háttal vagyok, úgyhogy látom is, hogy mit veszek. Látjátok? Valószínűsíthető, hogy régen így laktak, ilyen helyeken. Különböző kamrák voltak, szobák voltak, és ez lehetett a közösségi hely. Nem, én nem teljesz velem szembe. Onnan föntről jöttél le. Uh-huh. Megmutatom. Itt van a fejem fölött. Látjátok, ez a boltív. Hát ez éppen, hogy a nyakamig ért, tehát le kell húzni a fejemet. És akkor itt volt a lépcső föl. Onnan Zoli lejött. Szerintem itt laktak egyébként. Én is azt mondom, hogy ez volt a közösségi hely. Itt csináltak mindent. És külön kamrák, szobák voltak a közösség tagjainak. Igen. És ez egy róm, de írták, hogy fönnmaradt egy, amilyen 13 méter magas volt, vagy? Igen, 13 méter magas. Uh-huh. És ugye ezek ilyen szintek voltak, tehát a legalsó szinten, mint a képen is látszik, ugye volt a közösségi helység, és akkor különböző szinteken különböző dolgokat csináltak. Akkor ez kb. Ennyi is volt. Viszlát. Még egy pici update arra, hogy ez hogy nézhetett ki? Vagy mi lehetett? Hát tulajdonképpen itt látszik körülöttünk, hogy ott van még egy külső fal. Tehát ezért is írják azt, hogy double walled, tehát dupla falat csináltak ennek. Volt egy külső fal, meg egy belső fal. És a külső fal kerítette körbe az egészet, és itt különböző helyeken lehet látni különböző méretű helységeket. Itt volt régen, itt lehetett régen az ajtó. Itt a következő helység. Hát látszik itt körülöttem, itt megint itt az ajtó, és itt megint van egy helység. Hogy a helységnek mióta funkciója, azt pontosan nem tudjuk, de egyértelműen látszik, hogy volt egy nagyon magas építmény belül, az a központi helység volt, és akkor... És innen leszakadt, tehát ugye lehet, hogy még ott is járkáltak, tehát ez innen szakadt le, valószínű. Igen, tehát az lényeg, hogy itt különböző helységek voltak a közösségi helységen kívül, és hát itt laktak a közösség tagjai. Az idő vasfoga sajnos mindent tönkretett itt. Na jó, van, akkor megyünk tovább a következő helyszínre. Azért nem csúnya helyeken visszazutunk.
folyamatosan a tengert látjuk, a tengerparton megyünk. Régi kőházak, a tenger, hatalmas hegyek. Nagyon sok hegynek ilyen lilás az oldalak, gondolom olyan növény terem rajta. Nagyon-nagyon jól néz ki. Azért nem videózok egyfolytában, mert úgy se adja vissza. Csak egy kis ízelítőt akartam nektek adni. Ez még mindig a keleti oldal, de már nagyon észak fele haladunk. Most éppen Hemsdale-nél vagyunk. Még egy rövidke videó. Jobbra mögött, hát mellettünk, inkább úgy mondom, a tenger. És ilyen utakon megyünk. Szerintem a kanyart még megvárom, és utána ezt lekapcsolom. Amúgy már este fél, mennyi az idő? Hét óra van. Este 7, és még most tartunk csak a szálláshely felé, meg még előtte be kell vásárolni, úgyhogy van még mit csinálni. Zuhanyozni kellene, megágyazni, ezt még megvárom, ezt a táblát. És itt van, látjátok, NC500. Vikbe megyünk, utána ez a John O'Groat, nem tudom, hogy kell kiejteni, oda is el fogunk menni, de még talán még ma még van egy megálló, nem tudom. Nem sokára ott vagyunk, ahol alszunk éjszaka. Itt vagyunk a The Valigole Steps-nél, a lépcsőknél. 330 lépcső van, régen 362 lépcső vezetett. Innen föntről, lefele, arra, és ilyen szakadék van mellettünk. Egy ilyen nagyon meredek, hát ilyen meredek helyre csináltak lépcsőt, úgyhogy nem nagyon szeretnék, jaj, videózni, amikor megyünk lefele, most így megmutattam, és akkor megyünk is, mert már nagyon soká késő van. Lejöttünk 330 lépcsőt, itt vagyunk. Zoli most közölte, ez tök jó, de ezt visszafele is meg kell tenni, úgyhogy most sírok. Ott pedig egy ilyen csörlő van, mert régen úgy volt, hogy megérkeznek ugye a halászok, és ott emelik be a hajókat, meg a szállítmányokat. Itt van egy pár lépcső, és ez az 1700-as évekbe épült. És ott szállnak a madarak. Előbb mentünk, és a fejünkkel párhuzamosan szálltak a madarak. Szép is volt, látványos is, meg picit nekem ijesztő is. Én jöttem a csődöt megnézni, persze Zoli nem bír magával, ő már oda felmászott, már lát valami dolgot, és akkor rögtön fel kell menni, meg kell fogdosni, megnézni. Olyan, mint a múzeumban az interaktívot szereti. És itt a csörlő. Valószínű akkor még, hogy 1700-as évekből. Lassan már tényleg hazaérünk. Hazaérünk, miket beszélek az autóparkolóba. Vagy a parkolóba, ahol fogunk aludni. Hát szerintem ez nagyon látványos. Megérte ide jönni. Itt láttam amúgy a fotókon, hogy szokott vízesés is lenni. Hát most az nincs. Sajnos. Az Zoli kijavítja a kavics tornyot. Amúgy ilyen lépcsők vannak, úgyhogy ha valaki ide tervez jönni, annak ajánlom, hogy közben ne videózzom. Most én is ezen a pár lépcsőn videózok, és nagyon oda kell figyelni. Mert ugye ezek már nagyon régi lépcsők, mint láthatjátok. Néhány mozog is, úgyhogy figyeljetek oda, amíg elmegy egy gyorsan a másik oldalára. Zoli közben egy tiezget. Azt kéne! Megijedek, aztán ide beesek. Beugrasz a vízbe. Juhú! Itt egy
valami csoda. Ott van Sirály barátunk is. Fönt is vannak. Jó, hát Zolinak megint másznia kell. Hogy ez is kapok tőle. Az a baj, hogy ti nem látjátok, milyen helyeken mászkál. És a kocsi kulcs nála van. Eljöttünk a Tesco-ba venni egy kis kaját, de nem volt sülcsirke, úgyhogy Zoli megkívánta a pizzát, most pizzát vadászunk. Ez a látvány fogadott minket Tesco-ból, ahogy kijöttünk. És az a furcsa, hogy ugye még csak a keleti oldalt vagyunk, és mégis ilyen a naplement, akkor mi lesz a nyugati oldalt? Hú, ez nagyon szép, amúgy rózsaszínes, csak a telefon nem adja vissza rendesen, de nagyon jól néz ki. Sajnos ezt már nem a partról látjuk, ahova készülünk, hogy ott töltsük az éjszakát. Mert ugye úgy lett volna, hogy ott a tengerparton nézzük ezt a naplementét. Tehát most a Tesco parkolóból nézzük. Jó éjszakát nektek is! Ha azt hittétek, hogy visszaértünk májunkra, nem. Zoli ugye még elment pizzát rendelni, és amíg várjuk a pizzát, addig megálltunk egy ilyen kikötőbe, tele van ilyen rákász hajókkal. Ez a kikötő, ez nagyon iparinak tűnik. Nézzétek, nem tudom, látszódik-e mennyi madár van itt, mert ebből csak úgy repkedtek ki a madarak. És ott rákász hálók vannak, ott pedig halászhajók. Jól láttam? Vagy jól mondtad? Igen, nem, ott vannak a halászhajók, végig azon az oldalon, túloldalon látszódik halászhajók. Aha. Ez egy ilyen kis rákász halászfalu lehet. Hát csak itt várjuk meg a pizza elkészültét, és akkor ott vannak a madarak, nem tudom, látszódik-e, de itt ugye a kis maradékokat, a kis rákokat, a kis halakat eszik. Ebből a dobozból jöttek ki. Nagyon-nagyon sok egyszerre. Mint hogyha le lett volna zárva, tele madárra, és ahogy kinyitják, tudod, ahogy repkednek fel. Hú, Vickbe vagyunk. John Wickről ült eszembe, Wick városába. Tele van ilyen régi történelmi helyjel, de nekem egy kicsit már nyomasztó ez a sok szürke épület. De egy átlagos kis városka. Mivel a kikötőben voltunk, ezért elsétáltunk ehhez a kis aranyos-fehér világító toronyhoz. Mikor a kocsival már visszafele mentünk a pizzázó fele, észrevettük, hogy milyen szépen ki van világítva a folyó és a régi épületek, ezért ezekről is csináltunk pár képet, majd sötétben érkeztünk az aznapi szálláshelyre, Zoli megette a pizzáját, én meg kíváncsian vártam a másnap reggelt, hogy körül tudjak nézni, hogy hova is érkeztünk. Remélem tetszett ez a videó is, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel. Nagyon örülünk, hogyha kommentben leírjátok a véleményeteket a videóról. Remélem a következő részben is találkozunk. Addig is, sziasztok!